Horvátország, Görögország vagy Törökország. A magyarok körében a legkedveltebbek közé tartoznak ezek az úti célok nyáron. Egy többnapos nyaralás során számos olyan probléma történhet azonban, amely utas biztosítás nélkül nagyon komoly kiadásokkal járhat. Betegség vagy baleset esetén az Európai Egészségbiztosítási Kártya nem minden esetben nyújt megfelelő segítséget. Európába vagy kapu, vagy nagy Isten, Amerikába tengeren túlra megyünk, ott bizony csak egy sima, szimpla vizsgálat, egy injekció, 1-200 euró, 1-200 dollár. És bizony, ez nagyon, erre nem készül fel általában az állampolgár. Mit lehet ilyenkor tenni? Hivatkozhatunk Európába az EU-s kártyára. Valóban az is egy nagyon jó konstrukció, és ténylegesen az van, hogy az is nagyon jó, jelentős támogatást nyújt. De tudni kell róla, hogy egyrészt az EU-s kártya arra jó, hogyha az ember előre kiváltja, és ott a helyi szokásoknak megfelelően fog alapellátás lenni. Hol? Ahol az oda be van sorolva. Elképzelhető tehát, hogy több tucat kilométert kell utazni a kedvezményes szolgáltatáshoz. Az Európai Egészségbiztosítási Kártya ugyanis jobbára csak állami egészségügyi intézményekben nyújt fedezetet. Az alaputasbiztosítás baleset, betegség, valamint podgyász eltűnése vagy sérülése esetén fizet, de érdemes egyeseknek többre is gondolni. Ha valaki extrém sportokat szeretne űzni, sziklát mászni, hegyet mászni, mélytenger buvákorni, vagy pedig népensége ugrálni, akkor teljesen más, ott ki kell kérni a szakembereknek, mert egy kiegészítő biztosításokat kell kérni. Nos, ez az alapellátásról szól. De itt van az, hogy nagyon sokan szeretünk Horvátországba, Törökországba és egyéb viszonylag közeli országokhoz 1-2-3000 kilométerekre saját gépkocsival menni. Most a gépkocsira megint szerencsés az, hogyha erre is gondolunk, és kérünk egy kiegészítő asszisztens szolgáltatást a gépjárműünkre is, mely szintén magába foglalja azt, hogy ott a helyszínen, vagy éppenséggel műszaki javításokat, vagy hazaszállítást, ezeket foglalja magába. Cidor Mihály hozzátette, az utas biztosítás árai annak ellenére is alig emelkedtek 2019-hez képest, hogy az elmúlt két évben jóval kevesebb volt a nemzetközi utazás, így a biztosító cégek nagy bevételtől estek el. Az alapellátás nyújtó biztosítások 550 és 1200 forint közötti áron elérhetőek a cégek ajánlatai szerint.